Kegyelmet kérek tőletek a jóknak, örök csodálkozóknak, a mindhalálig gyermekeknek, a rajongóknak, a nagy vizeket megjárt szomjazóknak, a palotákból megtért koldusoknak, az álmok szálát naphosszat szövőknek, a félénk csöndeseknek, azoknak, akik olyan mások, mint én, s akik valahol mégis bennem élnek. És kegyelem az ostobáknak, a minden küszöbön megbotló félszegeknek, akik kezéből a pohár kicsúszik, akik nem jönnek sehol, soha számba, akiket minden apró ügy felizgat, s akiket mégis olyan öröm látni, ahogy gondok közt elmerülve lépnek, tenyerünkön egy vízcseppet vigyázva, akik már tőlem olyan messze vannak, akik valahol mégis bennem élnek. Desanka Maksimovic azokért, akik megbotlottak a küszöbön című versét hallották. Elmondta Dudás Dóra, a Kunmadarasi Általános Iskola igazgatónője. 1944 tavaszán járunk, amikor is a Kunmadarason élő mintegy 109 zsidó család 250 fős zsidóságát előbb az 1944. április 14-én létrehozott karcagi gettóba gyűjtötték össze, majd június 18-án a szolnoki cukorgyárból bevagonírozták és elszállították. A deportáltak egy része nem Auschwitzba, hanem az 5. és 6. csendőrkerületből elhurcolt mintegy 21 ezer zsidóval együtt Ausztriába kerül, ahol mintegy 3/4 részük életben marad. Kunmadarasra 1945 nyarán 73-an térnek vissza, és az életüket igyekeznek ott folytatni, ahol abbahagyták. Törekvésük elsősorban azért sértette a község lakóinak az érdekeit, mert szétherdált javaikat megpróbálták visszavenni azoktól, akik tárgyakat 1944 áprilisától kezdve a magukénak tekintették. Hasonló vagyoni vitáktól akkoriban hangos volt az ország, így Budapest is, de a falvakban a konfliktus még sokkal élesebb volt, mint a fővárosban. 70 éve, 1946 tavaszán, itt ismét egy szörnyűséges eszme hurrámai söpörtek végig ezeken az utcákon. A kunmadarasi zsidós lakosságot megtámadták, fizikailag bántalmazták. A következményeket minden jelenlévő jól ismeri. Csillag Barnabás vagyok, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének vezetőségi tagja. A szövetségünk nevében tisztelettel köszöntöm Önöket Kunmadarason, a pogrom 70. évfordulóján megtartott megemlékezésen. Külön megtiszteltetés, hogy köztünk üdvözölhetem Fröhlich Róbert főrabbi urat, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének főrabbiát, Fekete László főkántor urat, a Dohány utcai zsinagóga főkántorát, Guba László urat, Kunmadaras nagyközség polgármesterét, Tolnai Zoltán alpolgármester urat és a képviselőtestület megjelent tagjait, valamint a kunmadarasi intézmények jelenlévő vezetőit. Gazdag Imre presbiter urat, a Kunmadarasi Református Egyházközség képviseletében. Külön tisztelettel köszöntöm Lebovics Imre urat, holokauszt túlélőt, a Műegyetem professzorát. Külön tisztelettel köszöntöm a köztünk lévő holokauszt túlélőket, a pogrom áldozatainak leszármazottait, akik a mindenható jóvoltából ma itt velünk lehetnek, és minden kedves megemlékezőt. Felkérem Guba László polgármester urat, Kunmadaras nagyközség polgármesterét, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai megemlékezésen. Külön köszöntöm Fröhlich Róbert főrabbi urat, Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége országos főrabbiát. Köszöntöm Fekete László főkántor urat, a Dohány utcai zsinagóga főkántorát. Köszöntöm Csillag Barnabás urat, karcagi zsidó hitközség vezetőjét, Lebovics Imre urat. És köszöntöm a megjelenteket, képviselőtestületünk tagjait, az intézményvezetőket, és persze a civil szervezetek tagjait és vezetőit.
1941 van. Madarasi zsidók templomot építünk az Úristen dicsőségére. Írták az alföldi zsidó közösség tagjai az akkor épített zsinagóga alapkövébe helyezendő tekercsre. Az 1880-as években épült zsinagóga ekkorra összedőlt, és a község elhatározta, hogy a nehéz körülmények dacára új építésébe kezd. Magyarul és héberül írott dokumentum az akkor már érvényben lévő zsidó ellenes törvények ellenére optimista hangvételű. Mi tovább akarunk élni az újjáépített templomban. 1944. május 21-én a közösség valamennyi tagját deportálták. Közülük mindössze 100-an érték túl a holokausztot. Ez a szűkszavú idézet még nem sejteti, milyen borzalmak várnak a deportálásból hazatérőkre. 1941-ben Kunmadaras lakossága 8231 fő volt. A lakosság legnagyobb része mezőgazdasággal foglalkozott. Iparral 368 fő, és kereskedelemmel 158 fő. A zsidó lakosság beilleszkedett a község életébe. Orvos, ügyvéd, kereskedők, boltosok és gyáros is volt közöttük. 1830-1863 között nőtt jelentősen a zsidó közösség létszáma. Ebben az időben épült fel a község zsidó temploma is. 1925-től a hitközségben működött egy három tantermes, egy tanerős iskola. A 30-as évek második felében és a második világháború után megváltozott a zsidóság helyzete Madarason és persze az egész országban. A terület deportálási központja Karcag volt, ahol 1944. április 24-én létrehozták a gettót. Június 18-án 1300 főt, a gettő lakosságát átszállították a szolnoki cukorgyárba, és június 29-én megkezdődtek a bevagonírozások. A szerencsésebbek Strasbourgba, Ausztriába kerültek. Az odaszállítottak mintegy háromnegyed része életben maradt. Kunmadarasra 1945 végéig 71 valányan tértek vissza. És vajon mi várta őket itthon? Az újrakezdés lehetősége, a közös gyász, az együttérzés, a segítők szándék helyett csak gyűlölködés. Lakásaikat elfoglalták, bútoraikat, értékeiket széthorták. Ruháikat másokon látták viszont. A visszatért zsidók megpróbálták folytatni régi életüket. Dolgozni, kereskedni, szolgáltatni kezdtek. 1946. május 20-ára népbírósági tárgyalást tűztek ki Karcagra. A vádlott Nagy János kunmadarasi tanító Levente oktató volt. A vád 1944. májusában háborús propagandát folytatott, valamint 1944. szeptemberében a község leventéit, mint önkénteseket vitt el, és ezzel hozzájárult a háború meghosszabbításához. A helyi kisgazdapár titkára egy kérvényt akart eljuttatni a népbírósághoz Karcagra, melyben a tanító ártatlanságát hangsúlyozták. A titkát elkísérte Karcagra mintegy 300 ember. Karcag határában a tömeget megállította a rendőrség, és nem engedte be őket a városba. A tömeg ekkor már egymást uszította a zsidóság ellen. Képtelenebbnél képtelenebb történeteket adtak elő. Középkori vérvád történetek jártak szájról szájra. Eltűnt fiúgyermekekről beszéltek. A felhergelt tömeg estére érkezett vissza Kunmadarasra. Az első áldozat még aznap este Wurzel Ferenc lett. Ő volt a helyi szociáldemokrata párt titkára. Az ipartestület helyiségébe kísérték, hogy vonja vissza vallomását. De be már nem jutott, a tömeg agyba főbe verte. Csak amikor öt fogam a kezemben maradt, jöttem rá, hogy nem mint szocialistát vernek, hanem mint zsidót.
A rendőrség tudott a készülő zavargásokról, ezért erősítést kért Karcagról. A rendőrség létszáma ekkor mintegy 30 fő lett. 1946. május 21-e, piaci nap. A pengő elértéktelenedett. A piacnak, a cserekereskedelemnek óriási jelentősége van. Jönnek árusok, kereskedők a környező településekről, de még Budapestről is. A piacon rengeteg ember van. Megérkezik egy Tóth Zsigmond nevű provokátor, uszító szavaira elszabadul a pokol. A gyűlölet a község zsidó lakosai ellen irányul. Nem kímélnek öregeket, nőket, gyermekeket sem. Véresre verik őket. Fegyvertelen, végtelen embereket vernek vadállati kegyetlenséggel, rendőrhatalmi és párt segítséggel. Az első áldozat ezen a gyászos keddi napon Fis Vilmos tiszaszentimrei lakos. Klein Sándor és felesége, valamint gyermekeik voltak a következő áldozatok. A tömeg házról házra járva kutatta fel leendő áldozatait. Nem volt, aki megállt parancsoljon ezeknek az esztelen, barbár cselekedeteknek. A Neilander házaspár a piactól nem messze rakott. Kirángatták otthonukból, husángokkal, korbáccsal verték félholtra őket. Neilander Ferenc később belehalt sérüléseibe. A következő gyilkossághoz három rendőr asszisztált. Kuti Ferenctől a lakásán a rendőrök megpróbálták elvenni nem létező fegyverét. Majd végignézték, ahogy vasrúddal, botokkal halálra kínozzák. Kuti Ferenc júniusban a karcagi kórházban elhunyt. Kunmadaras felől Karcagra tartott Rózinger József. A reptérnél tartott, amikor belé kötöttek. Hősiesen szembeszállt a támadókkal, de a túlerővel nem bírt. A megtámadott Rózinger József a helyszínen belehalt sérüléseibe. A késő délutáni órákban újabb rendőrök jöttek Karcagról. Beszámolójuk szerint ekkor már nyugalom volt. De lehet-e nyugalom ott, ahol ilyen események zajlottak? Ahol 70 évvel az események után is megdöbbenve és értetlenül állunk. A zsidóság sem a múltban, sem a jelenben nem tűrheti el az ilyen és ehhez hasonló cselekményeket. Kunmadaras vezetése, Kunmadaras lakossága az áldozatokra kegyelettel emlékezik. A családtagok, a leszármazottak gyászában a mai megemlékezéssel is osztozni kívánunk. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük polgármester úrnak megemlékező szavait. Szeretném felkérni Lebovics Imre urat, holokauszt túlélőt, a Műegyetem professzorát, hogy tartsa meg emlékező beszédét. Hölgyeim és uraim, magamról röviden annyit. 15 éves koromban másokkal együtt egy nagyon derék ember, Vitéz Horváth Kálmán, magyar királyi százados a tiszafüredi gettóból gyerekeket és idősebb zsidókat sorozott be munkaszolgálatra, így én elkerültem személyre szólóan Auschwitzot. De a családom, amelyik körülbelül anyám 10 voltak, apám 5, körülbelül 80 a legszűkebb kör, ezeknek a száma körülbelül ebből maradtunk, 5 vagy 10 összesen, csak hogy világos legyen. Én utána hazajöttem, műegyetemen szolgáltam 40 évet, a többit nem érdemes most emlegetni. Az elmúlt polgármester szavai egyértelművé tették, hogy mi történt itt. De mi az, ami ezt az egészet okozta? Néhány mondat. 1920-tól 1945-ig Horthy Miklós irányításával olyan légkör alakult ki, amiben egyre inkább kiderült, hogy a zsidó nem ember, sőt ellenség. Ez a dolognak a lényege. És mi az, ami még ennél még szörnyűbb? Hogy
Mi nem akartunk belemenni a háborúba, de Horthy és csapata igen. És ennek az lett az eredménye, hogy mi történt a Donnál a második magyar hadsereggel. Ez közismert. És mi történt a zsidósággal? Horthy korlátozott hatalommal megmaradt, és részt vett, és kinevezte Sztójai Dömét, azt a aki antiszemita mellett meggyőződéses náci volt, és 6 hét alatt zsidótlanította a magyar vidéket. Horthynak ehhez semmi szava nem volt, sőt, bejelentette Sztójai, hogy Horthy Miklós öfőméltósága szabad kezet adott a zsidó kérdés megoldásában. És ez a legszörnyűbb, közel 500 000 embert raktak vagonba. Tiszafüreden, Tiszafüred polgármestere, szolgabírája, úgy búcsúztatta az én anyámat és a többieket, hogy viszont látásra, mint trágya. Tehát a magyar adminisztráció és a magyar rendőrség, és főleg a csendőrség ebben az ügyben abszolút partner volt ebben az ügyben. És még egy utolsó dolog, ami a Horthy bűnösségét mutatta, hogy nem volt elég, hogy szabad kezet adott a zsidótlanításra, hanem a október 15-i kiugrás, ahol a saját maga által felnevelt tisztikar hátat fordított neki, és ellene fellépett, és Szálasi mellé állt, 16-án kinevezte Horthyt miniszterelnöknek és nemzetvezetőnek. Tehát ez mutatja azt a idézőjelbe bátorságot, amivel Horthy rendelkezett. És még egy, Sztójai Döme leváltásánál mit csinált? Sztójai Dömét vitézzé avatta, és díszkardot adományozott neki. Én azt gondolom, hogy azon kell önöknek elgondolkozni, hogy mi az a rendszer, ami 1920-45-ig mindenféle nemzetiséggel, köztük elsődlegesen a zsidósággal szemben tett Horthy Miklós és csapata. És ez az, ami ma nem annyira közismert. Nagyon tisztelettel azt kérem önöknek, hogy, és a vezetésnek, hogy most jelent meg Závoda Pál, aki nem zsidó, egy Piaci Nap című könyve, hogy ezt a könyvet tessék legalább közismertté tenni, és ennek a tanulságait levonni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük, professzor úr. Szeretném felkérni Fekete László főkántor urat és Fröhlich Róbert országos főarabbi urat, hogy kezdje meg a gyászszertartást. Kérem, szíveskedjenek felállni. Szomit, ki mi mini balhevajt, lohén szomachlimi, vajog elkehajri, Sori is kajlovetach. Nagyon nehéz valami újat mondani, főleg akkor, amikor az előttem szólók majdnem minden aspektusát felidézték az 1946-os kunmadarasi pogromnak. Majdnem minden aspektusát. Mondandónk három fogalom köré csoportosul, és pedig az értetlenség, a szégyen, és ugyanakkor az elismerés.
Értetlenség. 1946-ban Magyarországon nem volt olyan település, nem volt olyan falu, járás vagy város, ahol ne lett volna köztudott, hogy mi is történt az elmúlt években a helyi zsidó lakosokkal. Mindenki tudta, hogy a zsidók nem csak maguktól felszívódtak a levegőbe. Mindenki tudta, hogy a zsidó szomszéd, a zsidó boltos nem csak úgy jókedvében tűnt el a faluból vagy a városból. Pontosan tudták, hogy ezeket az embereket elvitték meghalni. Szép Ernőnek van egy novella füzére, amelyben három különböző társadalmi osztály zsidókhoz való viszonyulását írja le, hogy hogyan is viselkedtek a Soá, a vészkorszak napjaiban. És a legmegrendítőbb talán az utolsó, a falu, amely kiáll és nézi a menetet, hogy mennek a zsidók, és egy paraszt szív egyet a pipáján, pök egyet a földre, és azt mondja, szegény büdös zsidók. Szegény büdös zsidók. Az értetlenség, hogy a köztudomású tények után, amikor ezek a szerencsétlen halálra ítéltek, különös kegyelem és csoda folytán túlélik a haláltábor, túlélik a munkaszolgálatot. Ezek hazajönnek, és azt hiszik, hogy újra lehet kezdeni, azt hiszik, hogy újra azok lehetnek, akik voltak. És nem értik, nem értjük, hogy alig egy esztendővel a hazatérésük után a saját falujuk, a saját szomszédaik, a saját földieik, ma nem bízzák őket idegen kezekre, saját kezüleg ölik meg őket. Érthetetlen. A szégyen. Hát erre senki nem lehet büszke. Sem az egyén, sem a település, sem az ország. Arra, hogy az iparszerű népirtás után pogrom söpör végig egy országon, ez a legnagyobb szégyenek egyike, amely bélyeget nyom az adott országra, jelesül Magyarországra. Az, hogy a társadalom nem állt a gátját a háború utáni gyűlölet újra fellobbanásának. Az, hogy az államhatalom, a karhatalom, hallottuk polgármester úrtól, tevőlegesen mellé állt a gyilkosoknak, olyan szégyen, amelyet soha nem lehet lemosni. És ugyanakkor az elismerés és a büszkeség. Elismerés Kunmadarasnak 2016-ban. Elismerés ezért az emlékműért. Mert nagyon nagy bátorság, nagyon nagy lelki erő, és csak egy csöpp emberség kell ahhoz, hogy azt mondja egy város, ezek mi voltunk. Elismerés a múlt felvállalásáért. Elismerés a szembenézésért egykori önmagunkkal, hiszen a város ugyanaz. És legyenek büszkék a mai lakók,
mert ez a lakosság már nem ugyanaz. Mert az, hogy itt állhat ez az emlékmű, az, hogy ez a város azt mondja, igen, megtörtént, de mi hátat fordítottunk a tetteseknek, hátat fordítottunk a gyűlöletnek, megtagadtunk mindent, ami ehhez az emlékműhöz vezetett, erre Kunmadaras legyen büszke. Mert ebben az országban, 2016-ban egy nagy dolog. Nem tudom, van-e még ilyen emlékmű szerte az országban. Nem tudom, hogy van-e még település, amelyik így belenézett a tükörbe. Nem tudom, hogy van-e még ilyen település az országban, ahol ilyen őszintén, ilyen bátran és ilyen szívvel vállalták fel és tagadták meg a szégyenteljes múltat. Most, amikor megemlékezünk a pogrom áldozatairól, adózunk imával a holtak lelkéért, és adózunk elismeréssel a városnak, amelyik ember tudott lenni. Ilmuli rachamim, soichim amroimim, hamsim nuchun choyeno, hakamfi haschino. Mahalais kedoshim, 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 mutuhayrim, kesayar horokiya, meirim Sinisemais. Kuti Ferenc, Neulender Ferenc, Rosinger József. Guba László polgármester úr egy bejelentést szeretne tenni. Megkérem polgármester urat fáradjon a mikrofonhoz. Kunmadaras nagyközség önkormányzata közadakozást kezdeményez. A közadakozásból befolyt összegből szeretnénk az emlékmű mögött azoknak a nevét megemlíteni, akiket itt atrocitásért, akik meghaltak a pogrom alatt. Köszönöm szépen. Köszönjük, polgármester úr. Szeretném megköszönni minden kedves megjelentnek, akik itt létükkel megtisztelték a megemlékezést. Külön köszönet a résztvevőknek és külön köszönet a segítőknek. Ez a megemlékezés nem jöhetett volna létre a Kunmadarasi Nagyközség önkormányzatának nagy lelkű hozzájárulása nélkül. A Mazsihisz vezetősége nevében tisztelettel köszönöm polgármester úrnak az emlékmű felújítását és az emlékmű körüli térrendezését. Megemlékezésünk zárásaként helyezzük el az emlékezés kavicsait az emlékműnél. Ezt követően szeretettel látjuk Önöket a mellettünk található épületben egy kis frissítőre. Oh.
Köszönöm!